Túl sok a gondom már, elfeledem, ami engem bántott rég. Hol van a hosszú nyár? Mondd meg, hol van a rég nem látott cél. Mentem az utamon, mindig az életem pihen a vállamon. Ha kérdezed tőlem, mi jól vagyok, csak magamat néha túl vállalom. Elfogadtam a hibámat, sokszor én kezdtem a vitákat. Kerestem ki utat, de nem leltem, felálltam mindig, de nem mentem. Egy igen szókimondó rapper csajszél trendtor vendége, Treskett. Magyar emberek még nem tudják szerintem befogadni azt, hogy ez nők szemszögéből is ugye működhet. Példaképeid akkor inkább az amerikaiak vagy magyar között is találni? Hát nekem a példaképem az külföldről mindenképpen a Lady Les úr, tehát nekem ő volt az, aki így megdöngette az bennem, hogy úristen, nő vagyok, és én ezt akarom csinálni. De Magyarországon a Mr. Basta, mert én nagyon kicsikorom óta ugye őt hallgatom, és én mondhatom magam egy igazi olyan hallgatónak, aki nem hallgatott más zenét, és ezt így teljesen, tényleg semmilyen más zenét nem hallgattam, csak is az életrénnyezikat. Mikor találtad el, hogy így rappel szeretnél foglalkozni? Igazából régóta bennem volt ez, mert annyira másnak tartottam mindig magam, tehát nem vagyok ez a nagyon lányos lány, nyilván tudok az is lenni, csak hogy így nem állt hozzám annyira közel. Az, hogy folyamatosan ezeket a nyálas, szerelmes nótákat üzzem, tehát úgy gondoltam, hogy elkezdek repelni, amellett én imádok énekelni, tehát nagyon szeretek, és mindig is ezt csináltam, nem repeltem, de így pár hónapja, hát már van most egy év, hogy így elhatároztam, hogy én elkezdek ebbe fejlődni, mert én nagyon szeretem csinálni. Money Maker, Real Music, Treskett, meg a Mr. Basta. Nemrég fedezett fel téged Mr. Basta, és hivatalosan negyedik videóklipedet készíted el, augusztus 10-én fog megjelenni, de előtte még most jön meg nemrég a Nem túl biztató is. Ebbe is igazán megmutatod azt az oldalat, amiben szókimondó vagy. Mindig is ilyen voltál, vagy mit tett téged ezzé? Tehát én mindig világéletemben ilyen voltam. Vannak olyan emberek, akiknek ez szimpatikus, hogy ilyen vagyok, tehát nálam nincsen olyan, hogy én megtartom a véleményem semmilyen témában, semmilyen téren, és én úgy akarom magam a közönségnek megmutatni, hogy olyan vagyok tényleg, mint amilyen a valóságban. És semmit nem szeretnék elfedni, hogy én most eljátszam magam, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. Én azt szeretném, ezt szeretné meg a közönség. Zsolti is ezt láthatta meg benned? De egyáltalán hogyan fedezett fel, hogyan történt ez az egymásra találás? Igazából ez úgy kezdődött, hogy nekem volt egy AK-26-os feldolgozásom, egy ilyen 15-11 másodperc az Instagram oldalon, és hát igazából ezáltal, hogy meghallotta, ugyanazt meghallgatta, és akkor így beszéltünk, és találkoztunk, és megbeszéltük, és igen, ő is ezt látta meg bennem, hogy ugye nem vagyok az az átlagos énekes, hanem inkább az, hogy szeretem ezeket azt a vonalat szeretném vinni, ami igazából nincsen Magyarországon. Névválasztás is ő találta ki, hogy maga a Treskett. Egyáltalán mit jelent ez a név? Ez egy vicces sztori. Igen, ezt ketten találtuk ki. Igazából az én stílusom ezt ilyen trash kategóriába lehet ugye sorolni. Ilyen kicsit laza és hanyag stílusom van, ugye a szókimondó. És ezért jött ez, hogy trash, ezt ugye a Zsolti hozta fel. És akkor ez úgy volt, hogy nem mered bevállalni. Hát én hogy nem merném bevállalni, és az körülbelül ez így működött, és utána jött hozzá a Kett. Augusztus 10-én fog megjelenni a legújabb számod, az is ilyen szókimondó, ez, hogy az már úgy tudom, hogy ez egy kicsit ilyen lájtosabb, akár még énekelsz is benne? Igen, ez lájtosabb lesz, és ugye nagyobb szerepet foglal most ez az éneklés. Úgyhogy ez most egy szerelmes dal lesz, ritka pillanatok egyike, de igazából imádom ezt is csinálni. Tehát, hogy azt nem mondom, hogy nem szeretem csinálni, ez is közel áll hozzám, csak nem annyira, mint az a másik oldal. Tehát, hogy ez most egy kicsit érzelmesebb dal lesz, igen. Videóklip azt szeretném majd ugye közvetíteni az emberek felé, hogy ez nem azt jelenti, hogy én szeretek valakit, hogy én nekem be kell zárkóznom, és akkor én teljesen depresszióval élem ezeket a dolgokat, hanem az, hogy szabad vagyok a barátaimmal, vagyok, és így is ki tudom fejezni azt, hogy én mennyire szeretem. Aktuális számod a Nem túl biztató, az abban a csajokat osztott ki, nem is gyengén. Volt esetleg ilyen ismerőseid körében egy ilyen tapasztalat, amiben tudtál meríteni? Igen, voltak élményeim, vannak élményeim. Nekem sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, ez mennyire szimpatikus, de nekem van egy ilyen megfogalmazódás a fejembe, hogy a mai világban nagyon kevés az olyan lány,
aki ne követné el azokat a dolgokat, amiket én ezt elmondtam ugye ebben a nem túl biztatóban. Nem vagyok ellenszenves, nem vagyok barátságtalan, csak szeretek olyan emberekkel beszélgetni, akik az életet nem úgy látják és nem úgy fogják fel, hogy a pénzről, nem szeretnék csúnyán beszélni, tehát mindent elmondtam szerintem a zenében, arról szólna. Tehát én ezeket nagyon ellenszenvesnek nézem, meg elítélem, meg sorolhatnám, és ez is nem tudom, hogy jó vagy rossz tulajdonságom, de remélem ezt is így fogják értékelni az emberek, hogy én ezt is kimerem mondani. Közös feat-ek várhatóak Basztán kívül? Ebben igazából még nagyon nem gondolkoztam. A Damiennel biztos, hogy lesz mostanában, mert ezen is dolgozunk. Így konkrétan még nem tudok előadót mondani akivel. Persze a Moneymakeren belül, vagy a Real Time Musicon belül nyilván lesz feat, nem tudom előre láthatólag, de igen, tervezek persze.